Ígértem az adás elején, hogy Nagy Ecsedre invitáljuk Önöket, méghozzá az Ecsedi Láb Fesztiválra, amelyet június 1-én rendeznek meg majd a Nagy Ecsedi Vásártéren. Vendégünk pedig Nagy Ecsed polgármestere Kovács Lajos úr. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Hát, kedves polgármester úr, szerintem ti tudtátok előre, hogy nem érdemes ezt a rendezvényt olyan nagyon sokkal korábbra időzíteni. Hát bízunk benne, hogy tényleg most a proféta szól belőlem, és végre megérkezik a nyár Nagy Ecsedre. Egyébként ez így a településetek életében, akár a gazdálkodásában most mit jelent, hogy tényleg eléggé őszélyesre sikeredett az idei tavasz? Éppen nemrég beszélgettem a gazdálkodókkal erről, hogy ahogy hiányoltuk az esőt az év első 3-4 hónapjába, ugye szinte egy nagyon száraz évnek tűnt, hát most bőségesen bepótolta a Jóisten ezt a hiányt, most már éppen elég lenne belőle, és nem csak a fesztivál miatt, azt gondolom, hanem az ő gazdaság miatt is leesett bőven az a hiányzó csapadék, ami hiányzott az első 4 hónapból, és hát valóban remélem, hogy a proféta fog szólni belőled, és jövő hétvégére már kellemes nyárias időjárást fogunk kapni, már csak azért is, mert éppen egyébként holnap gyereknapot tartunk, és most úgy tűnik, hogy nem lesz túl kegyes hozzánk az időjárás, de hát a Lápi Fesztiválunk az pedig egy teljes napos program lesz, úgyhogy kellemetlen lenne, hogyha nem lenne egy kis jó időnk. Egyébként maga a Nagy Ecsedi Láb ennyi esőzés után hogy néz ki? Hát nálunk egy nagyon speciális tőzegtalaj van, úgyhogy ha leesik 3 szem eső, gyorsan összefut rajta a víz, tehát viszonylag hamar megjelenik a külszíni víz, de aztán szépen elszivárog és nagyon sokáig tartja, tehát ebből a szempontból hasznos is lehet éppen, de hát ez egyik legbelvízveszélyeztetettebb térség nálunk az Ecsedi Láb, bár az Ecsedi Láb önmagában már a régi klasszikus formájában nem létezik, foszlányokban néhol még az élővilág fellelhető, és hát mint ahogy látjuk a rendezvénynek a nevéből is, Ecsedi Láb, mi próbáljuk ezt a fajta identitást keresni ott a térségben, és azt gondolom, hogy jól megtaláltuk az Ecsedi Lábbal, hiszen azt szeretnénk, hogyha a Nagy Ecsed sok minden más mellett az Ecsedi Lábról is ismerté válna, ezért a kulturális életünkbe, hagyományőrzésbe is bevontuk ezt, úgyhogy helyben minél többször fordul elő az Ecsedi Láb elnevezés. Ugye Lápi a disznótorosunk, Ecsedi Láb a fesztiválunk, Ecsedi Láb kis vendéglő a helyi vendéglátó egységünk, és hát sok mindennel törekszünk, hogy az Ecsedi Láb jelenjen meg. Igen, legutóbb éppen a disznótoros rendezvény kapcsán beszélgettünk. Hát úgy tűnik, hogy nagyon szereti a helyi lakosság is ezeket a rendezvényeket. Egyrészt gondolom, hogy mindenképpen szüksége van az embereknek a kikapcsolódásra, másrészt meg azért talán valóban sokan szeretnének, hogyha ezek a hagyományok a következő generációk életében is gyakorlatilag szokássá válnának, nem csak egy-egy érdekes cikk, amit mondjuk elolvasnak 10-20 éves újságokban, vagy az interneten. Teljesen egyetértek, és hát nyilvánvalóan, hogy amellett a szándék mellett, hogy a helyi lakosságnak biztosítsunk egy kulturális kikapcsolódás, szórakozási lehetőséget. Törekszünk arra is, hogy egy kicsit belopjuk a mindennapjaikba a Nagy Ecsed városnak a történelmét, kultúráját is. Több nagy rendezvényünk is van egy évben, de mi úgy tartjuk, hogy ez a Lápi Fesztivál az egyik legnagyobb szabású rendezvényünk, ami most kerül megrendezésre. És hát ebbe is becsempészünk azért olyan programelemeket, amivel utalunk a hagyományainkra. Egész pontosan néhány ilyet kiemelnék, ugye már az előző este, a rendezvény napjának megelőző estéjén, péntek este már egy pásztortűzgyújtás mellett a helyi civilek segítségével fogjuk bemutatni, hogy hogyan is éltek őseink az Ecsedi Lápon és az Ecsedi Láb környékén, és hát a másnap folyamán is több olyan kis programelem lesz, ami valóban az ecsedi történelemhez kapcsolódik. De hát nyilvánvalóan ez a nagyszabású rendezvény sok minden másra is lehetőséget ad. Kiállítást, a helytörténeti gyűjteményünket állandó kiállítással invitáljuk az odalátogatókat, mutatjuk meg ezt, és hát természetesen sok szórakozás is lesz. Az egyik nagyon kedves program számomra is, azt gondolom, hogy nemrég tudtunk átadni egy uniós forrásból egy kis belvárosi kialakított rekreációs területet, ami egy tóval, ma már horgásztóként funkcionáló tóval büszkélkedhetünk, játszótérrel, műfüves pályával, gördeszkapályával, sétánnyal, térvilágítással, különböző attrakciókkal, bogrács
kovácsoló helyekkel, filagóriákkal van. Akár nagypapa horgászik, gyerek, gördeszkázik, tehát minden generáció. Abszolút, mindenki gondolta. Megtalálja, én úgy gondolom, a számítását ezen a helyen. És itt rögtön egy horgász versennyel kezdünk reggel 8 órakor. De elsősorban a fiatalokat, de természetesen korhatár nélkül várunk oda mindenkit. Majd 10 órától pedig, mint egy utalva a nagyecsedi régi lovas hagyományokra, egy fogadhajtó versenyt szervezünk meg, ami egy országos minősítő verseny lesz. 16-20 fogad közötti nagyságrendben várjuk ide a lovasokat, és ott egy kis lovas kultúrából is kaphat ízelítőt az odalátogató. Akkor a halak után ugye a lovak, és aztán szépen nyargalunk bele szerintem a délutánba, amikor úgy gondolom, hogy azért már mindenféle kulturális programmal is megkínáljátok az odaérkezőket. Valóban így van, és hát minden mellett, hogy különböző blokkokba tesszük a programot, egész nap különböző programok a vásártéren, rendezvénytéren, ugye mi vásártérnek nevezzük, ez is egy régi hagyomány, valójában ma már ez egy rendezvénytér. A rendezvénytéren különböző egyéb attrakciók, gasztronómiai, gyerekek, játszótér, stb. Kis vonat programok várják őket. Hivatalosan 14 órától veszi kezdetét a program azzal, hogy a Városházától már hagyományosan egy mazsorettes fúvószenekar felvonulás előkészítése zajlik, és 14 órakor megindul a felvonulás. Átmegyünk a rendezvénytérre, és a szabadtéri színpadon nyitjuk meg 15 órától hivatalosan a rendezvényt. És azt követően pedig már a kultúra, szórakozás is, azt gondolom, hogy a kikapcsolódási a lehetőség. Annyit mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy két ismert vendégünk lesz az AK, 26 fog fölépni, és a Piramis koncertezik este élő koncerttel. Hát emlékezetes lesz, reméljük mindenkinek, aki ott lesz, akár előző nap estétől a pásztortűzek gyújtásától másnap éjszakáig. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget!